Na sziasztok újra, egy jó ideje nem voltunk. Konkrétan el is felejtettem, hogy milyen jó a Fire Red, olyan rég volt felvétel. De most ez változni fog, mert most... Most leszünk. Valószínűleg lehet, hogy ha nagyon gyorsak, meg ügyesek, meg szépek, meg mindenek vagyunk, akkor lehet, hogy ez az utolsó alkalom, mikor Fire Red végjátszás ügyében ülünk össze, mert igazából már csak föl kell gyúrnunk magunkat a... 41-es, a szájdakok van, igen. És utána már vége van, amit őszintén szóval nem is bánnék, mert... Már egy kicsit sok. Csoda, hogy ennyien végignézték. Egyrészt, igen, szóval, ezt hogy... És ráadásul még többet akarnak, szóval, hogy... Hihetetlen. Normálisak az emberek. Viszont magának a Pokémonnak nem lenne vége, ugyanis, ahogy azt kértétek, a jövőben terveznék egy Emerald végig. De csak tervezünk, úgyhogy igen, majd... nem az lenne a legelső projektünk. De lesz majd valószínűleg. Hát most karácsonyra kaptam valamit, ami egy kibaszott jó projekt lenne, arról majd bővebben meséljünk. Igen, de szerintem úgyis annyi embernek már hiteget, vagy ellőttem azt, hogy az Emeraldból tervezünk, hogy végül is bejelenthetjük, hogy majd a Fire Red után majd egy Emerald lesz. Valamikor, nem tudjuk mikor, de valamikor előtte meg még lesz még nekem, vagy három szóló végigjátszás, szóval nem fogtok unatkozni jövőre sem. És valószínűleg, hát azt szeretném, hogy az idén kijöjjön az összes Fire Red rész, úgyhogy majd bele fogunk húzni, és aztán majd dobáljuk ki a részeket egymás után. Kaptok sok Fire Redet karácsonyra. Igen, és meg ugye majd az utolsó részt, hogy megcsinálhatjuk tudod a best of listát, meg amit majd összeírtunk. Közben meg tápolunk ezerrel. Amúgy majd az Emerald végigjátszásba is tervezünk egy igen, kis de azt szavazó... még ne lőjük le, nem lőjük le. Lesz benne szerepetek. Igen. Úgyhogy... Ennyi jó fejek vagyunk. Igen. Ennyire törődünk veletek. Meg ennyire, tényleg. Meg ennyire mindent megteszünk a nézettségért, de tényleg. Igen. Túl kell valahogy élni. Gyakorlatilag csak a testünket nem árultuk még eddig, tehát így... De már... A YouTube ribancai lettünk gyakorlatilag egy hónapon belül. Nagyszerű. A múltkor kaptunk egy tök jó ötletet. Jöjjön, vetkőzzünk, de valószínűleg... Miután megírtam neki, hogy lehet, hogy nem jó ötlet a... Végül be... az volt az, hogy jártam, hogy igen. Tehát most így visszagondolom, lehet, hogy nem lett volna jó ötlet, úgyhogy... Dolgozni kell érte, majd kicsit egészségesebben élünk, kicsit többet mozgunk, és majd ha kellőképpen fittek leszünk hozzá, akkor talán visszatérünk erre. Most úgyis kaptam hasizom erősítő gépet, úgyhogy majd elkezdek kérdezni az állat. Kis bilimézes. Nem tudom, de apám képes volt szülnapomra azt adni, vagy nem már 29-én ez egy szülnapom. Enyhe utalás amúgy, nem? Szóval, hogy így... Nem csak úgy a szülnapra azért, tehát várt egy új számítógépet. Van egy reklám, hogy egy csaj ki van akadva, hogy a barátnője a pasiától fitnessbérletet kapott, és hogy miért. És hogy oké, hogy felszedt pár kiló, de ez mekkora pofátlanság. És erről szól az egész reklám. Nem tudom, hogy mit reklámoznak, de... Na van benne igazság, jogos. Nem is tudom. Egyszerű Pokémonnal gyúrni, mint hallottam olyanról is, hogy valaki plasztikai beavatkozást adott a párjának. Hát az sem nagyon Az sem nagyon szép dolog, igen, pontosan. Múltkor volt egy ilyen hír, még régebben, hogy faszi összejött a csaj a Kínába, vagy Korra, vagy Japán, tehát valamilyen ázsiai ország, micsoda? Csak kinéztem magamnak egy szakállas csávót, és össze akarom venni. Igen. Na és az volt, hogy összeházasodtak le egy gyerek, meg minden, és a gyerek egy ilyen kibaszott ronda valami torz, nem tudom mi lett. De tényleg így nem is értették, hogy. És hát jó, akkor DNS vizsgálat, és kiderült, hogy a DNS vizsgálat alapján bizony a nő meg az apa, az anya meg az apa. De hát nem értették, hogy a faszba lehet, hogy a gyerek az a ronda, mint a bűn. És kiderült, hogy a nő az eredetleg egy iszonyat ronda nő volt, csak hát ugye átoperáltatta magát, és ugye a DNS azt nem lehet becsapni, és a faszi utána hogy is volt, hogy azt tudom, hogy beperelte a csaj, de szerintem el is vált tőle, hogy ez hogy merte. De én most gondolkozok el, hogy ezzel a kibaszott buzis dolgot mondtam. Kokit azt miatt ki a számomra, hogy kinéztem magamnak egy szakállas csávót. Miki... Legalább most már tudjuk Miki szexuális orientáltságát is, tehát most már ilyen biztos infókot is megtudtok már tőlünk. De a mai világban már teljesen elfogadott, tehát nem kell szégyelni. Billy Mays a férfi ideálod. Soha meghalt szegény. Igen, a halott Billy Mays. Négy másodpercemből ott vagyok és egy mozdulat ott vagyok és tökörülgöm magát. Igen. Az egy jó South Park rész volt. Igen. Akkor még tudtak South Parkot csinálni a South Park készítői.
Most olvastam a múltkor azt, hogy milyen debütja volt a Trey Parkernek Hollywoodban. Na. Hogy meghívták egy ilyen partira, ahol ilyen pornósok is meghívottak voltak, és ott volt mellesleg Carrie Fisher is a Star Wars trilógiából. Nem tudom, mit keresett ott, de... Szerintem ő sem tudja. Mindegy, ott volt. Háttérben így lehet látni, mert minden. És összehaverkodott a Trey Parker egy emberkével, aki hát pornóiparban utazik, egy férfi pornós színésszel, és Brahiból megbeszélték, hogy személyazonosságot cserélnek a bulira, és a pornós csávó Trey Parkerként megy oda, a Trey Parker meg úgy, hogy ő a pornós csávó. Aha. Mert ugye még akkor senki sem látta az arcát, senki sem ismerte föl. És így elkezdtek ott ugye hát a pornósok azt csinálni, mert ez a legjobban értenek, hogy földobják a hangulatot, és akkor adta elő a Trey Parker, ugye nem csak pornószínész, hanem pornórendező is, és akkor, hogy ott élőben lenyomnának egy ilyen rendezést, és mit szólnának hozzá az emberkék, és így konkrétan egy kis kamerával követte őket, és úgy üvöltözött, hogy több segget akarok ebben a jelenetben, mint ez, hogy... Akkor poénra vette, hogy... Igen, nagy arc. Tudja, amúgy egy ilyen személyazonosság cserét egyszer a Jim Carrey is megcsinált egy partin. Az egy... Működött nem felismerni azért az... Várj, úgy volt, hogy amikor a... Várjál, hogy hívják? Ember a Holdon. Ugye az, amikor a Andy Kaufman játszotta, és tudod, neki volt egy ilyen alternatív, ilyen kiégett rockstar alter egója. És a Jim Carrey amúgy személyes ismerőse is a faszinak, aki az az emberke volt, amikor az Andy Kaufman volt, és megbeszélték, hogy kibasznak a Hugh Hefnerrel, a Jim Carrey alatta, hogy ő a... ez kiégett fasziként megy. Aha. De nem mondja el senkinek, mert titok. Hugh Hefner persze egy seggfej volt, és mindenkinek elmondta, viszont a Jim Carrey megbeszélt a Andy Kaufmannek a haverjával, hogy menjen ő úgy ki, mint ez a... nem tudom, milyen, valamilyen klepton, mindegy, az a kiégett faszi. És éppen tudod, be akartam mesélni, hogy jó vicc, Jim, meg minden, de azért most már vedd le a maskarát, te vagy Jim Carrey, és megjelent Jim Carrey, mint Jim Carrey. És így senki se értette, hogy mi a fasz van. Az a... Oh. Most röppent fel a hír, hogy az Andy Kaufmannak a lánya, állítólagos lánya bejelentette, hogy az apja él és gyűlöl, és csak megrendezte a halálát. Aztán most mindenki gondolkozik, hogy most ez vagy igaz, vagy nem. Többen is állítólag megerősítették, aztán... Régebben olyan pletykák is voltak, hogy Jim Carrey, Andy Kaufman. Hát az fasság. Hát az hát, de... Az olyan, mintha... Nem is tudom, hogy... Nem is... Tényleg nem lehet... Ez szavakat nem lehet remondani, hogy ez mekkora fasság, igen. Teljesen máskor születtek, máshogy néznek ki, tehát még az sem lehet, hogy izé... Andy Kaufman most még élne, az ilyen kurva idős bási lenne most már. Mondjuk, hogy van egy csomó olyan eset, amikor hallasz egy kétes információt, és annyira reménykedsz benne, hogy igaz. Például, hogy lesz egy új Terminátor film, ami kivételesen nem lesz szar. Hú, hát az elég nehéz elképzelni, és benne lesz a Schwarzenegger is. Benne lesz a Schwarzenegger, de mint egy emberi karakter. Szóval mint de egy... szar, hát de miért? Várj, kibaszott jó. Annyi, hogy a Schwarzenegger az egy idősebb ilyen ellenálló katona lenne, egy emberi katona, akit visszaküldenek az időben, hogy a Sarah Connornak még valami korábbi ősét, hát nem ősét, hát mert ilyen 40-es, 50-es években játszódna, de megint a múltba, csak még jobban a múltba, és a izé lenne a Terminátor, a The Rock, Dwayne Johnson. Mi és van, a Dwayne Johnson lenne a Terminátor, és egy emberi Schwarzenegger lenne az ember, akinek le kell győznie. De azt, hogy mondja, ez ebben a történetben, hogy volt egy robot, aki ugyanúgy nézett ki, mint az ember. Úgy akarják megmagyarázni, hogy pont az alapján, ugye a Schwarzeneggernek az emberi karaktere alapján dizájnolták a T-800-as Terminátort. Aha, ez reális. Mert hogy mennyire hatékonyan tudod harcolni a Dwayne Johnson Terminátor ellen. Jó, nekem szerintem, ez alapján ha mindenképpen folytatniuk kell a sorozatot, mert ugye az anyagiak meg Hollywood azt mondja, hogy folytatni kell, akkor szerintem így. Igen. Szóval a Schwarzeneggert mert Terminátorként nem lehet eladni, de ez működhetne. Az új Godzilla előzetes láttad? Most mindenki be van szarva, hogy fú, ez most jobb lesz, mint az eredeti japán Godzilla filmek.
Várj, mi? Lesz új Godzilla. Ez nekem... Lesz új Godzilla film. Japán vagy amerikai Godzilla? Amerikai Godzilla. Akkor már nem érdekel, szóval, hogy... Ekkora Godzilla fan vagy? Én nem vagyok Godzilla fan, csak Godzilla japán. Szóval, hogy így... Itt konkrétan Godzilla embereket tép szét és pusztít. Tehát itt nem az lesz, hogy jó aranyos Godzilla, meg rálép a városra, meg ez nem... Itt mészállás lesz. Aranyos Godzilla? Te látod a legelső Godzillát? Az minden csak nem aranyos. Annak sosem az volt a lényeg, hogy aranyos. Jó, de nem is volt ennyire véres, meg ilyen akcióorientált. Az első Godzilla, ami még fekete-fehér volt... Jó, én nem láttam, de nem hiszem, hogy az első Godzilla, amit... Azt tudja hány száz éve csináltak, vagy hány éve, de egy száz év biztos, mert azért Godzilla azért ott köztudatban. Viccen kívül azt mondom, hogy jobban beszartam tőle, mint a Cloverfield-től. Úgyhogy én azt sem láttam. Pont az, mert hogy fekete-fehér, meg így nagyon messziről mutatják. Sosem mutatják igazán közelről Godzilla, csak olyan tisztes távolságból. Tényleg az az elképzelésed, mintha egy túlélő kamerázott volna, és így fölvett volna egy valós megtörtént dolgot. Persze ott van, hogy gumi, szerkó, meg annyira nem életű, meg minden, de amikor azt te nézed mozgásban, akkor teljesen elveszted azt, hogy így valami nem stimmel. Nem kéne adunk Prime Epet a faszba, hogy a többi csapattal, hogy kimaradt csapattak tápolódjon. Vagy egyetlen ott legyen? Jeez. Hát, hogy ott legyen inkább. Most igazából már van az a idézős átlag szint, amit úgy nagyjából elértünk. Egy-két karakter a fölé akarok emelni, de amúgy túl nagy tápolás már nem akarok csinálni. Jó. És akkor utána rematch és remélhetőleg. Ezek az utolsó részek szerintem már inkább ilyen podcast-szerűek, ami mellestek a háttérben megy Pokémon, mint valós Pokémon részek, mert úgy nagyon esemény meg történés itt már nincs. Az azért... animét még nem nézzük, az Origins-t, arra nem tudunk pofázni. Majd elkezdjük. Majd, hogyha ki tudok venni új szabadságot, akkor arra rá fog számni egy-két napot. Ugye ezt befejezem a kibaszott Dragon Ball-zét, mert mindig nem fejeztem azt a pár részt, és elkezdem a Pokémon Origins-t, mert mindenki úgy jól. Említettem már korábban a kibaszott epik vételeimet? Vagy csak akartam? Nem, de úgy is mondta az egyik nézőm, akivel amúgy ismerem ezer éve, és nem ezer éve, de egy ideje ismerem, és említettem neki, de nem emlékeztem pontosan a részletekről, hogyha most elmondhatod, hogy mennyire nagyszerű vagy, Miki, hogy ilyen dolgokat tudsz találni Pesten. Nem azt mondom, hogy kibaszott nagyszerű vagyok. Iszonyatos nagy mákon volt, szóval, hogy... De helynév nélkül, tehát legyünk annyira kor, tehát csak a írt körül. Jó, hát akkor azt mondom, hogy az Árpád hídtől annyira nem messze a budai oldalon, és akkor szerintem itt annyira nem mentem bele, de azért viszonylag pontosan elmondtam. Igen. Ott van egy kicsi konzolos bolt, és ott találtam meg, nem hiszitek el, a Pokémon jelót és a Pokémon Crystalt dobozzal, füzettel, szőröstül, böröstül, ahogy eredetileg az a magyar boltokba bekerült. Ami azt jelenti, hogy ilyen nyomtatott szar menüel van, és nem az eredeti, de mindegy, ez is részletkérdés. És csak puszta perverz kíváncsiában rákérdeztem, hogy így mégis mennyi, és így számítottam arra, hogy valami mondanak valahogy 5 és 10 ezer forint között mondanak valamit darabja. Igen, és tehát benyögik... én kettőre értettem úgy, hogy izé. És benyögik úgy, hogy 2000 forint darabja. És hát ugye az 4000 forint, és voltam olyan pofát, hogy még azt is lealkudtam. Szóval 3500-ért hoztam el a Crystalt meg a Yellowt, konkrétan a két legértékesebb Pokémon játékot. Mármint ami nem japán, mert ugye ami a legértékesebb Pokémon játék... Az eredeti kiadás. De ez lemezben is így van, hogy veszel egy bakét lemez, vagy egy cét, mindig az eredeti kiadás fog többet érni. Nem is az eredeti, de az eredetén belül is, ami a legértékesebb, az a Blue. Az ottani Blue, mert van egy olyan is, mert ugye ott a Red meg a Green jelent meg, de aztán amikor itt nagy sikere lett a Rednek meg a Blue-nak, akkor arra feló tekintettel ott is kiadtak egy Blue-t, viszont az csak valami előfizetéshez járt. Szóval az, ami tényleg kereskedelmi forgalomban nem is került. És az egy ilyen... Kincs. Igen, igen, pontosan. Hát nem mondanám azt, hogy igazán olyan nagyon szentgrálos, mert annyira azért nem ritka, de... De mindjárt meghalni Docking. De mindjárt meghalni Docking, pontosan. Meg is halt. Meg egy Aerodactylnak is annyi. Oh, kicsit gyorsabb az. Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy az egy bizonyos valakit, akit mindenkinél jobban föl kéne gyúrni, az Zinx, mert neki megy föl gyorsan. Szóval, hogy mivel ő másfélszoros XP-t kap... Másfélszoros XP. Ja. És itt ki tudunk többször használni? Inkább Blastoise, nem? Hát várjál, gondolkozunk ugye
típusonként. Mert most akkor tehát mondjuk el, hogy akik esetleg még nem jutottak ideig fejbe, hogy a rematchre gyúrunk. A rematchre gyúrunk, persze. Az utolsó dolog, amit még meg tudunk csinálni egyáltalán a játékban. Ugye Lorelai, ő hát jég, de azt félig meddig mondhatjuk víznek is, úgyhogy ott legfőképpen rácsot fogjuk használni. Ahol ez nem érvényesül, mert ugye most lesz második generációs jég pokémonja is, ami már nem feltétlenül vízzel párosul. Ott hát nem is tudom, hogy ki lenne esetleg a legelőnyösebb, szóval egy ilyen kihozhatnák neutrálra azt, hogy mondjuk egy Blastoise-a, hogy egyik oldalnak sincs típus előnye a másikkal. Viszont vagy, te vagy... most szólok előre, hogy kurva sok gyógyítócot vegyünk, de irreális mennyiséget. Minden hát, nézd, kanyinkat verjünk el. Nehogy azon múljon. Nyugi, nem fog azon múlni. Mewtwo-nál is ezt mondtuk. Mondtad. Ezt szóval nem mondtam, hogy ott nem fog a gyógyítótocokon. Ott én csak arra koncentráltam, hogy legyen elég laudánk. És annyira arra koncentráltam, hogy több labdát vettem a kelleténél, viszont nem vettem gyógyítócocokon. Most már labda nem kell értelemszerűen. Na ja, már nem nagyon kell kapni senkit. Most lehetünk olyan maximalisták, hogy amit a játékban el lehet érni, azt kapjunk el, de... Lószart. Nem látom értelmét. Soha. Hát az is olyan lesz, hogyha 60 részen belül meg lesz. Nekem az a cél, hogy a 60 rész azt... Nagyon hosszak lesznek az utolsó részek. És nem, akkor meg lehet oldani. 50 valamennyinél tartunk most elvileg, úgyhogy... Ma lehet lesz egy ilyen utolsó ilyen giga rész, meg ugye az utolsó rész, amit még nem akarunk lelőni semmilyen formával, az majd... Abban is lesz majd szerepetek. Erről meg látom, és vagy én nem tudok, vagy elfelejtettem és meg... Elfelejtetted, és ez nagyon szomorú, hogy ilyen dolgokat elfelejtesz, de majd el fogom majd mondani felvétel után. Ja, privátban, jó nagy arconcsapás mellett. Biztos, hogy itt akarok én rematchelni? Itt van Chansey. Hát... De tudod mit? Jolo. Nem is áll ki velünk. Megsértődött. Az annyira emlékezetes volt neki, hogy mégis sikerült, hogy így... Inkább ne gyerekek. Nidopinget még tápod, aztán utána mehetünk is a kell. Van több száz pokémon, és valaki azt mondja, hogy igen, nekem egy Tangela kell, mert nekem ő a kedvenc. Vagy miért? Nézd, mondjuk előbb egy Tangela, mint egy Mr. Mime. Jó, most nyilván, de érted. Szerintem kurvára nem jót hívtunk ki. Nem jó ellen. Egy valamit meg kell venni Tangelára, hogy viszonylag tápos. Főleg ugye a negyedik generációban bejött neki is egy továbbfejlődött állapot. Ha. Negyedik generációban sok első generációs Pokémon továbbfejlődött. A Magmar, a Rhydon, a Tangela, Electabuzz. Nem felejtik el a régi darabokat csak akkor ezek szerint. Hát már nem tudják, hogy kiről húzzanak le még egy Pokémon, hogy őszinte legyek, de tényleg. Jogos. Annyira toldozzák már, foldozzák azt, hogy hova lehet még betenni egy baby formát, meg... Mert most vannak a mega evolúciók, amivel még nem sikerült megbarátkoznom. Az igazi bullshit. De igazából tényleg, amit elértek azt, hogy így... A klasszikus, nagy kedvenc pokémonok most lehet, hogy erősebbek, de hülyében néznek ki. Hát nem sem vezet sokat ez a Prime. Hát így el az, aki Rage-et használ. Mi se sebszünk annyira sokat amúgy. Ezt nem lehet felfejleszteni sehogy semmi, hogy egy adott támulás többet sebezzen, tehát nincs olyan... Ez nem olyan, mint a Skyrim, hogy egy támadást használsz sokat, és akkor abból a támadásból te tök jó leszel, nem? Nem, de nincs is olyan cucc ilyen koksz, amivel fel tudnád azt fejleszteni, nem? Csak egy bizonyos támadás? Nem. Szóval olyan van, hogy... Vagy sima attack-et, vagy special attack-et használ, és akkor azt fejleszted kokszal. De az, hogy egy bizonyos támadásra ráfeksz, hogy én csak örvkőket fogok használni, de azt úgy, hogy abban mindenki belehal, olyan nincs. Akkor valamennyire balanszoltnak mondható a játék ilyen szempontból. Folyamatosan balanszolják, meg aztán behoznak valami olyasmit, amitől megint egy kicsit borul a dolog. Most igazából a 5. generáció óta... Kapunk egyet? Meg kellett volna. Pont írta valaki, hogy jaj, van a Raikon kívül egy másik kutya Pokémon, ilyen legendás kutya, azt nem kapjuk el? Vagy az egyetem benne van ebbe?
Hát hogy három legendás kutya van. Hát kutya, macska, valami, mindegy, ami igen, négy állat, lábon élő, van. Igen. Ugye van a Saikun, a Raikou, meg az Entai. Na most... Azt hiszem az Entai-t mondta az egyik nézőnk. Az, hogy a három közül melyik van benne, mert csak egy van benne, az attól függ, hogy neked melyik startered volt. Szóval én amikor a David ellen ugye készültünk arra, hogy majd összecsapunk, én azért kezdtem direkt Charmanderrel, annak ellenére, hogy Skirtle-ös vagyok, meg Blastoise-os, hogy akkor jön Saikun, a víz típus, mert az azt tartottam akkor hasznosnak, és azt tettem be a csapatomba. Az jön, amelyiknek típus ellenje van a startereddel szemben. Ugye azért Raikou jött nekünk az elektromos, mert az nyomja le a vizet. Aha. Ha Charmanderrel kezdünk, akkor Saikun jön, ha pedig Bulbasaur, akkor jön Entei. Laza. Jó ki van ezt találva. Még valamit még akartam. Most így juttak eszembe még a nézői kérdések, hogy mi... Ja igen, hogy a... Sokan felrották még nekünk, vagyis neked igazából, hogy a legendásokat, ha elkaptak, akkor miért nem használjuk? Nem szeretek legendásokat használni single playerbe. Az ellenfél se használ legendást. Én most miért? Mert erős és jó, és aranyos. Meg ritka. Meg amit már említettem az egyik diás résznél, hogy amikor legendást használok, akkor mindig a reakció hiánya az, ahogy... Mi a szar ez? Mondjuk egy Newton életben nem láttak. Meg ugye túl van tápolva, és nem az volt a koncepciónk, hogy most... Tehát mi az elejétől nem azt akartuk, hogy most... legendásokat használjuk, hanem a mezőnyt. Hogy... Igen, vannak saját tápolt az, pokémonjaink, én, és azokkal én azt szeretem, hogy elindulok a kis csapatommal, a kezem alatt fejlődnek, talán az, hogy 50 igen. meg 70-es szinten elkapom, és akkor semmi dolgom nincs velük. Senki sem akar... Lassan most, hát tényleg megmondom, aztán megindulok a ligára, lesz, ami lesz. Hát hihetetlen, már félnek tőled az emberek. Elfogyott a pénzük meg az XP-jük létezik. Hát ja, csak én még félek az Elite 4-estől, szóval hogy így... Na, azért na. Nidoking 58-as szint. Szerintem nincs sok félje való. Vannak akik szeretnek használni legendásokat, mert arra van, de... Single playerbe így, csak így, hogy... Hülyéskedek, úgy én úgy nem szeretem. Na, itt meg ugye mindig ott van, hogy csak 6-ot használhatok, és akkor vannak az egyértelmű kedvenceim, akik nem feltétlenül a legelőnyösebbek a csapatban, de őket mindenképpen betenném. Uh-huh. Például van jobb víz Pokémon Blastoise-nál, most hogyha nem vele kezdek, hanem mondjuk Bulbasaurral vagy Charmanderrel, akkor betettem volna egy Gyaradost, betettem volna egy Starmie-t. Betettem volna Laprászt, amit konkrétan ingyen odaad a játék, szóval hogy... Voltak opciók, de nem ezt választottuk. Amúgy sem az a lényeg, szóval igazából tényleg ilyen never used, gyenge Pokémonokkal is végig lehet vinni ezt a játékot. Ha a gép ellen, szóval most tettem volna be olyanokat is, hogy Butterfree mondjuk. Nem betapod. Csak Magikarp run. A megfelelő környezettel... tudalázni. Láttuk YouTube-on azt a videót. Jó, mondjuk azt meg kell, hogy tényleg ott igazából ott nem Magikarp csinálta a dolgokat, szóval hogy minden elég volt. A gép baszott el, igen. Ott minden összejött annál a csatánál, szó szerint. Nem is az, hogy de minden előnyomda volt adva, az összes statja meg volt emelve, miről bejött. Szóval, hogy a stat emeléseket kapott, akkor ilyen entry hazardokat fölnyomott az emberke, hogy már eleve sérülve jöjjenek ki az ellenfél pokémonjai. Na, itt viszont még... Ennyi erővel bárki tudna így... Persze. ...igazi tápgép lenni. Jó, mondjuk az a nagy előnye annak, amit láttunk YouTube-on, az a Magikarp Sweep, hogy egy HP-je avaratta Magikarpnak. És ez egy nagyon előnyös dolog, mert amit használ támadás a Flail, az minél gyengébb vagy minél kevesebb a HP-d, annál erősebb. Amikor egy HP-d van, akkor 200 damage-et csinál. Az szép. Ami nagyjából ugye ott van a legerősebb támadás között. Az kemény. Úgyhogy pont úgy számította ki, hogy egy HP-ja legyen. Ugye volt nála olyan cucc, amivel egy HP-ja marad az első támadás után. Meg ugye a sebessége, meg az ereje is meg lehet növelve. Persze. Amúgy azt iszonyatosan könnyű kijátszani, amit láttunk YouTube-on, mert egy ellenfél tag lett volna, akinek lett volna egy prioritás támadás, ami mindenképpen először támad, akkor már bukott volna ez az egész stratégia.
Melyik volt az a videó? Csak hogy akik esetleg nem ismerik ezt a Magic Art, legendás több, Magic Art több csatom. Van ugyanattól az embertől, mi egyet láttunk, az a cím, hogy Epic Magic Art Sweep, és egy egész csapatnyi százas legendást kiírt egy százas Magic Art. Nagyjából. Igen. Igen. Nagy vonalakban ennyi történik. Azt mondom, hogy... Szerintem Magic Art még talán majdnem annyira populáris, meg népszerű Pokémon, mint a kibaszott Pikachu, nem? Hát annyi mém van belőle, meg annyiszor emlegetik, hogy ez eszméletlen. Mindenképpen azt mondom, hogy populáris. Szóval az, hogy volt a Dolkin és a első generációs Pokémon, ott is valahol a középmezőnyben volt a popularitás listán. De még kitápoljunk. Nagy rész szerintem már indulhatunk, mert ugye ott is fogunk XP-t kapni folyamatosan. Hát igen. Ugye úgyis a típus előnyökre... 63-as szín nagyon szín. Úgyis a típus előnyökre fogunk hajtani megint. Jó, hát figyelj, akkor vágjunk bele, aztán bízunk a legjobbakban. Lesz, ami lesz. Jól. Majd előtte megint menthetünk, aztán... Előtte is mentünk, előtte is mentettünk. Hát nézd, ha kikapunk, akkor max rematchelünk egyet. Olvastam egy fasziról, aki úgy... edzi fel a Pokémonjait minél magasabb szintre, hogy gyógyítócusz nélkül megindul a ligának, addig nyomja, ameddig tud. Aha. És amikor kikap, akkor visszamegy és rematchel velük, és ezt addig csinálja, ameddig nem elégedett a szinttel. És az és annyi, eljut... annyi XP-t kap meg ezért? Azt az XP-t, azt mind persze megkapja, és amikor eljut olyan szintre, hogy már egy Pokémonnal ki tudja írtani az egész ligát, akkor is csinálja tovább, és csak azt csinálja, csak és kizárólag mással sem áll ki, csak az Elite 4-essel, hogy a lehető legtöbb XP-t kapja. Hát az sem rossz taktika, csak hát az felvételben nagyon unalmas lenne. Mondjuk, hát ez se jobb, mint amit mi csinálunk. Tápolunk ugyanazon a két szigeten, szóval... Hát, hogy... egy fokkal jobb. Hát ezt mondogathatjuk magunknak, de... Igazából tényleg itt már annyira csak a... Csak az, hogy beszélünk, és reménykedünk abban, hogy érdekeseket mondunk. Csidiket miért raktad be? Mi? Csidinget miért raktad be? Hát, hogy ide jussunk. Ja, tényleg repült, jó, oké. Leesett. Nagyot koppant? Igen. Rendezzük már a bécés folyamatban az összes Pokémonokat. Az összes Pokémonokat? Igen. Direkt mondtam.